Az Erdélyi Kárpát Egyesület kolozsvári fiókja ismét túrára készül, a Vasvári Pál kerékpáros emléktúrára pontosabban, amelyről a következő percekben beszélgetni fogok Bránya Róbert egyik szervezővel, és Sebe Klára Csilla másik szervezővel, akik mindketten Eke tagok, Robi pedig az Eke kolozsvári fiókjának titkára, ugye, hogyha nem csal az emlékezetem. Köszönöm szépen, hogy itt vagytok, és hogy ismételten felhívhatjuk a nézők figyelmét arra, hogy van lehetőség szabadban lenni, sportolni, jól érezni magunkat és közösségi élményt teremteni. Hadd kezdjük akkor azzal, hogy Vasvári Pál biciklis emléktúra hányadik alkalommal és egyetlen hol álltok a szervezésben? Hát a szervezéssel elég jól állunk az idén. Sajnos a résztvevők száma az még várat magára, tehát a létszám az várakozásaink alatt van még mindig, tehát alig 40-en jelentkeztek, a múlt évben pedig összesen 90-en voltunk a túrán, tehát nagyon szépen kérünk mindenkit, hogy még van néhány nap és jelentkezzen, mert ez egy nagyon emlékezetes élmény marad mindenki számára, ugye. Vasvári Pál 1849-ben volt, tehát a forradalom vége felé már egy csatait, és július 6-án akkor több száz honvéd és Vasvári Pál is életét vesztette itt, és azóta is többször is az elmúlt évszázadok során, úgymond, mert most már nem egy évszázad, hanem kettő, másodikban vagyunk, ugye, megemlékeztek erről az erdélyi magyarok. Sok-sok évvel ezelőtt a Körösfői Rákóczi Kultúraegylet elkezdte a Vasvári Napok szervezését, és körülbelül 2004-től kezdve csatlakozott ez a kolozsvári Eke is ezzel a kerékpártúrával, amelynek ugye az első kírása az 2001-ben volt, tehát most az ide a 19. kírása van. Óriási, hogy milyen hosszú életet megélt, igen. És hát mi részt veszünk a Bélesi tó partján szervezett megemlékezésen is. Hát a Bélesi tó partján van egy hely, ahol lehet menni a tó szintjéhez, úgymond, és ott egy elég távas hely is van, az a vélt vagy valós helye a csatának, vagyis az a legjobban megközelíthető helye a csatának, hát akkoriban nem volt Bélesi tó, hanem volt egy vad szurdok a meleg szamosnak, körülbelül ott lehetett a csata valahol. Utána pedig délután 6-kor Körösfőn kezdődik a Kopjafánál a másik megemlékezés, azon is ott leszünk. És hogy az emléktúrások, a biciklitúrások, ugye ott fejet hajtotok. Igen, van egy külön ünnepi momentuma ennek a megemlékezésnek. Még mielőtt ugye arról beszélünk, hogy mi az útvonal, és egyáltalán mondjuk el akkor azt is, mert hogy említetted, hogy jelentkezzenek. Igen. Meddig lehet jelentkezni, és hol tehát lehet jelentkezni? Kedden délután, az, ha jól emlékszem, június 25-en délután 2-ig, ekekolozsvár.ro honlapon, a teljesítménytúrák gombra kattintva megnyílik a teljesítménytúra honlaprendszer, ott a Vasvárit kell kiválasztani, vagy pedig van egy egyenes cím a honlapnak, a teljesítménytúra.ekekolozsvár.ro, és ott onnan a vasvári túrát megint kiválasztani, vagy beírni, hogy per vasvári bringa. Értem, tehát, hogy egyszerű. Igen, a jelentkezési mód, csak egy bringa kell, ugye, felszerelés hozzá, jó kedvés. Bárki számára teljesíthető, tényleg nem kell sokat gondolkodni. Nem könnyű túra, de a végén mindenki rájön, hogy többet tud kihozni. Hadd kérdezzem meg Csillát arról, hogy egyetlen melyek a kritériumok, vannak-e kritériumok, korosztály, hogyha erről beszélhetünk, és azért ugye fizikai erőnlét, tehát jó formában kell lenni ahhoz, hogy a hegyet meg tudjuk biciklivel mászni, nem? Hát valóban minimális fizikai erőnlét kell, de ez még egy 14 éves gyerek is tudja teljesíteni. Ez a korhatár végül is közlekedési szabályok miatt van megszabva, mivel kiskorúak nem kerékpározhatnak országúton. Tehát 14 éven felüliekre lehet számítani. De igen. Kisebb gyerekek szigorú szülői felügyelet mellett részt vehetnek ezen túrán. Az én fiam is részt vett ezelőtt 2 évvel, és nagyon élvezte. Persze ott vannak nehezebb szakaszok, ott leszállnak a bicikliről, tolják, ha kell, összeszedjük őket, minket lehet hívni telefonon, biciklit feltesszük az autóra, és elviszük egy olyan pontig, ahonnan már könnyebben tud haladni. Értem, tehát, hogy azért ilyen kisebb csalások is vannak, ugye? Tehát le lehet szállni a bicikliről, hogyha valaki nagyon nem bírja, akkor azt is meg lehet oldani. Beszéltünk ellenőrző pontokról is, de akkor kezdjük a legelején, honnan indul maga a túra, hány kilométer, és mutatom itt a kamerának az útvonalat, hogyha részletesen az útvonalról is tudnánk tudósítani. Tehát az idén újításként
a Kolozsvári Rádió televízió udvarából indul a túra. Tehát Dunát út 160 szám. Így van, Dunát út 160 szám. És a Hajtás völgyében épített új műúton halad, tehát itt a dombokon keresztül. Igen, tehát a Dunát út végéig, és onnan pedig a kerülőúton tulajdonképpen már 150-es közigazgatási területén haladunk keresztül, ugye. Látszólag még Kolozsváron vagyunk, de már 150-esen, és akkor 150-es végénél lyukadunk ki a Nagyváradi főútra. Onnan már elég széles az út patkája, és elég biztonságosan lehet gyaluig. Na most, aki Kolozsváron indul, annak elismerjük, hogy a 100 km-es túrán vesz részt, aki pedig gyaluba kezdi, az meg a 85 km-es változaton, azon kívül ugyanazon az útvonalon megy mind a kettő. Onnan pedig a meleg szamos völgyén épített gyűjtőtavak mentén megy az út. Tehát van először ugye a gyalui tó, utána a meleg szamos tó, aztán a tanicai tó, utána pedig a bélesi tó fent. És a legmagasabb pontja a túrának van 1340 méteren van fent az úgynevezett Funtinelli tetőn. Onnan ereszkedünk a Bélesító partjára, a megemlékezés, azután pedig következik még egy újítás, egy új ellenőrző pontunk van, Kalota Szent Királyon van az időn. Igen. Először ellenőrző pont. Nem feltétlenül azért, mert, hogy mondjam, a távolság szempontjából indokolt, hanem azért, hogy bevigyük igenis abba a gyönyörű községbe az embereket, tehát ott nézzenek körül, és most megsugom, de nehezén jönnek a túrázók, de Kürtös Kalács is lesz. Kürtös Kalácsra fogják. Utána pedig Bánfűnyadon szokásos módon a Kudor család vendégszeretetét élvezzük, és a végén pedig Körösföld meleg étellel várjuk, tehát senki nem fog éhen halni ezen a túrán, folyadékot is biztosítunk. Megértettem, jó. Csilla, akkor beszéljünk egy picit az ellenőrző pontokról. Mit jelentenek ezek a pontok, és hogy van, itt vizet kapnak a biciklizők, vagy egyetlen egészségügyi pontok is ezek, vagy miről beszélünk? Az ellenőrző pontokon elsősorban felírjuk az áthaladási idejüket a résztvevő kerékpározóknak, ami számunkra is fontos, mivel ezek alapján ütemezzük be esetleg jövőre, következő években, hogy melyik ellenőrző pontot mikor nyitjuk, mikor zárjuk. Kell egy, ennek inkább ilyen statisztikai szerepe van. Ugyanakkor a kerékpárosok igazolólapjára is beírjuk. Hogy áthaladt azon nekik, a településen, igen, nekik is fontos ponton, emlék, esetleg igen. Következő évben megdönthetik saját rekordjaikat. Igen. Felmérhetik a haladást, a teljesítményüket. Ezeken az ellenőrző pontokon igen, van egészségügyi csomag, de egészségügyi ellátást nem igazán biztosítunk. Van erre szakosodott orvos vagy ápoló, aki kíséri a túrát. Értem, tehát, hogy akkor erre is figyelnek, hogyha bárkinek bármi baja van, lehet autójába, igen. Megértettem, jó. Természetesen van ivóvíz, és nem minden ellenőrző ponton, de legtöbben van kis energiacsomag, édesség, vagy egy banán, egy csoki, egy bármi, amivel ugye az erőnlétet fokozni lehet. Ezen kívül útbajkosítást adunk, ha szüksége van valakinek erre, vagy csomagot veszünk át, van, aki nem akarja cipelni a csomagját, tovább rájön, hogy nincs szüksége, megkér, hogy tegyem be az autóba, vigyem tovább, és ehhez hasonló. Jó, tehát a lényeg az, hogy vigyáznak a résztvevőkre, igen. Ugye ott vannak, igen. Folyamatosan, és vigyáznak rájuk. Mennyire közösségi élmény? Ugye mondtuk, hogy a közös főhajtás, igen. Azért megállnak egy-egy Kürtős Kalács, vagy meleg étel. Tehát ez maximálisan közösségi élmény. Tehát ez a nem is burkolt célunk nekünk, hogy emberek megismerik. Én nagyon sok embert megismertem, mint szervező is, mint résztvevő, és mellesleg nem véletlen, hogy én most ilyen pólóban vagyok. Ez a 2017-es vasvári póló. Igen, ugye? Látható. És Csilla pedig zöld pólóban van. Igen, ez a standard szervezői póló. Tehát ez egy ilyen teljesítménytúra szervezői póló, mindhárom túra rajta van. Most már 4 az idéntől, mert lesz Bánfi teljesítménytúránk is július 13-án. Most már 4 fej van ott az újabb pólókon, de az öregieket is megbecsüljük. Tehát ugye a szervezőket a zöld pólóval lehet a szervezők ebben a zöld pólóban van, a sírja hátukon a szervező. Az most nem látszik. A sárga póló pedig a részvevő pólója. Hát a sárga volt 2017-ben, aztán minden évben váltott, múlt évben kék volt, az idén pedig... És idén milyen lesz? Hát mondjam meg, mert ez titok. Hogyne. Jó, megmondom, narancssárga lesz. Narancssárga lesz idén a résztvevőknek a pólója. Tehát, hogy ez azért is fontos, mert hogy azért egymást ugye be tudják azonosítani, ki a szervező, igen, ki a résztvevő. Igen, ugyanakkor kerékpárokat is ellátjuk, például egy ilyen rajtlappal, ami ránfogva a kerékpár kormányára, ez is úgy
azonosítja az emberek. Szóval egy csomó ember megismeri egymást az ilyen túrákon. Nagyon fontos kérdés szerintem az is, hogy amikor ilyen bicikli túrákra mennek az emberek, hogyan viselkedjenek forgalomban. Ugye én például autósként, amikor biciklis csoportot látok, azért nagyjából tudom, hogy ugye csak lassítok, csak tudom, hogy picit kerülöm őket, stb. De a biciklisnek mi a feladata, ő hogyan viselkedjen? Hát a biciklisnek teljesen normálisan kell a közlekedési szabályokat figyelembe tartva, és ezeket betartva kell kerékpározzon, ugye, nem az út közepén, hanem az út szélén, igaz, és figyeljen, ne hallgasson például a zenét hangosan, figyeljen arra, hogy milyen zajok vannak hátul, esetleg jön egy autó, ugye. Ugyanakkor hát az alkoholfogyasztása az elég tilos, törvény szerint is a kerékpáron. Igen, nem csak az autósoknak, hanem csak a kerékpárosoknak is, ugye. És hát ez mivel teljesítménytúra is nem verseny. Nem kell versenyezni senkinek, se önmagával, se másokkal, tehát nem kell nagyon gyorsan menni, biztonságosan kell, így nem okoz gondot az ember se magának, se a szervezőknek is. És se minden, az autósoknak, ugye sem az autósoknak, mert hogy az is egy nagyon így fontos van, dolog. Így Csilla, így az utolsó fél percben mivel győzné meg a nézőket, hallgatókat, miért érdemes benevezni és részt venni a Vasvári Páltúrán? Hát elsősorban egy nagyon jó kirándulási, ismerkedési lehetőség. Én kívülállóként, illetve azért mondom, hogy kívülálló, mivel én nem kerékpározok, és amióta önkénteskedem, őszintén sajnálom, hogy nem kerékpározok, mert valóban nagyon jó társaság verbúválódik ott össze, és szervezőként is úgy próbálok oda lépni, és hallgatni a ilyen-olyan kalandjaikat, és mi is megállunk, mikor ők leülnek pihenni, egy szívesen megkérdezem, hogy mi történt az úton, volt-e valami meglepetés, mi az, ami tetszett, mi az, ami nem. Nekem egy nagyon kellemes kikapcsolódás, azért is csinálom most már ez a negyedik éve, hogy mindhárom túrán önkénteskedek és segítek a szervezésben. Nagyon sok biciklist megismertem ezáltal. Sofőrként is megtanultam, hogy tiszteljem őket, messziről kikerülöm őket, és megnézem, hogy nem-e... Ezt külön kellene tanítani, mind a bicikliseknek, mind a sofőröknek, hogy hogyan közeledjünk egymáshoz az úton. Nagyon-nagyon haragszom, főleg amióta megismertem ezt a kis közösséget, nagyon haragszom azokra a sofőrökre, akik nem tartják tiszteletbe. Értem. Hogy ez is egy közlekedési eszköz. Pontosan, és tiszteletbe kell tartsuk egymást. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Sajnos lejárt az idő, úgyhogy még csak annyi idő maradt, hogy azt mondjam a nézőknek, hogy jelentkezzenek a Vasvári Pál kerékpáros teljesítménytúrára. 25-e, azaz kedd délután. Kedden délután 2-ig. 2-ig. Délután 14 óráig. teljesítménytúrák.ekekolozsvár.ro. Köszönöm szépen, és akkor maradjunk is ennyiben. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és mindezekről beszámoltatok.